Miért kellene egy sokkal nehezebb és drágább állványt venned, amikor kb. Amazonról vagy valami olcsó helyről be tudsz rendelni valami tök alap dolgot? Hát ezért! Sziasztok! Ma a C-standekről lesz szó, és pontosan ilyen trükköket, mint ezt, amit láthattatok, fogok megmutatni, és azt is elmondom, hogy szerintem miért kötelező minden content creatornak, videósnak, fotósnak, hogy legyen akár nem is egy, hanem több C-standje, mikre lehet használni, miért nagyon megbízható. Mindent át fogunk beszélni, úgyhogy mindenféleképpen maradj a videó végéig, de először intro, ja, és persze bemegyek a stúdióba. És igen, mindenféleképpen érdemes beruháznod egy C-standre, és el is mondom, hogy miért. Annyira sokféle dologra lehet használni, és egy jó minőségű, az rengeteg idő, igazából az idők végezetéig a rendelkezésedre fog állni, és bármit rá lehet tenni, fényeket, mikrofonokat, a kamerákat is, és amúgy nagyon-nagyon kreatív sátokat lehet megcsinálni, mint ahogy láttad az intro előtt is. De még fogok neked mutatni, el fogom mondani, hogy szerintem melyik a legjobb árértékarányú C-stand, úgyhogy mindenféleképpen maradj a videó végéig. Mielőtt belemélyedünk, be kell vallanom valamit. Én mindig azt hittem, hogy a C-stand az egy ilyen felesleges és drága, nehéz dolog. Hát persze én voltam a nagyon okos, és úgy gondoltam, hogy valamilyen olcsóbb állvánnyal simán jó leszek, de itt kiderült, hogy nagyon is igaz az, amikor a drágább az olcsóbb. Miért is? Lehet, hogy ez van éppen a fejedben. Való igaz, hogyha semmi extrát nem csinálsz, akkor egy sima alap amazonos állványnál nem kell többre költened, mert egy kis fénnyel teljesen jól fog működni. De én azt vettem észre, hogy ahogy egyre több eszközöm lett, több fényem, nehezebb fényem, nagyobb softboxok, drága mikrofonok, egyszerűen minden út oda vezetett, nem Rómába, hanem ahhoz, hogy vegyek egy C-standet. Mára már 3 C-standem van, és a legszomorúbb az egészben, hogy mindaz a pénz, az a néhány 10 000 forint sokszorozva, hiszen mondjuk volt 5 olcsóbb állványom, most semmit sem ér, és nem tudom mire használni, hiszen sokkal jobb a C-stand mindenre, és azok most értéknek lehet, hogy pár ezer forintért el tudnám adni. Szóval ahelyett, hogy hosszú távú befektetést csináltam volna, kidobtam a pénzt az ablakon, de ez csak egy gondolat. Most beszéljük át, hogy milyen funkciókra kell odafigyelni, akkor, hogyha szeretnél egy C-standet venni. Nagyon fontos, hogy strapabíró, jó anyagból készüljön, hogyha ez olyan rozsdamentes acélból van, az már egy jó indikátor arra, hogy ez egy elég jó minőségű cucc. A következő dolog az az, hogy minden állítható legyen rajta. A magasságok, hogy mennyire megy ki az a keresztoszlop, ami benne van. A középső oszlop általában 3 ponton állítható, és egy úgy, ahogy jó magasság, egy ilyen arány szerintem, hogyha olyan 140 és mondjuk 330 centi között van ez a magasság, amiben tudod állítani, mert amúgy meg le is veheted, és csak a 3 lábat is használhatod, hogyha annyira alul szeretnéd mondjuk használni, a középső karral. Ugyanis ez a hosszabbító kar, amiért a C-stand, és annyiféle kreatív dolgot tudsz vele csinálni. Fontos, hogy az egyik oldalán 1/4-es, a másik oldalán 3/8-as csatlakozó van, ez már megint egy jó minőségnek az indikátora, és legyen rajta ugyanúgy egy fém, egy ilyen grip, amin különböző méretű lyukak vannak, és bármit igazából hozzá tudsz tenni. Bármilyen irányba, szögbe be tudod állítani, és a legtöbb kiegészítőddel kompatibilis is lesz. Még egy dolog, amiről érdemes beszélni, hogy ilyen nagyon furák a lábai, ezt igazából teknős alapnak vagy lábaknak nevezik, és ez pont azért van kialakítva, nagyon fontos, hogy ami a legmagasabban és a leghosszabban kimegy láb, arra érdemes rakni egy homokzsákot, és hogyha mondjuk top-down view sem, tehát lefele, vagy kiengedjük ugye a hosszabbítókarral valamerre a fényt, az mindig ugyanabba az irányba legyen, mint ahogy a leghosszabb láb van, és azon a homokzsák. Talán ez az egyik legfontosabb tipp, amit elmondhatok, hogyha beszerzel egy C-standet
csak így szabad használni, hiszen első a biztonság mindazoknak, akik ott dolgoznak, és természetesen a nagyon drága eszközeidnek is. Még egy dolog, hogy ez a teknős lábak úgy működnek, hogy össze lehet hajtani, tehát hogyha mondjuk tárolod, vagy viszed magaddal, akkor nem foglal el akkora helyet, hanem nagyon szépen szétszedhető, és tudod magaddal vinni. Megint csak Amazonról viszonylag olcsó mindenféle táskát lehet venni, de hogyha nagyon profi akarsz lenni, akkor én vagy a Matthews, vagy pedig a Pelinek a kifejezetten Seastandhez gyártott ilyen nagyon-nagyon kemény, nagy bőrönt tokokat javaslom. Beszéljük most át, hogy milyen kreatív felhasználási területek vannak, vagy hát nem is annyira kreatív, hanem azok a tipikus dolgok, amik nagyon egyszerűek, alapok, de mégis kreatívvá tudsz válni általa, illetve profin biztonságba tudsz dolgozni. Az első, hogyha egy sima fénynek használod. Pontosabban a fénynek az állványának, ugyanúgy, mint egy tradicionális állványnál is, ide is rá tudod helyezni a fényedet, bármekkora softboxsal, nagyon király. A következő, hogyha a hosszabbítókart is használod, és ugye azzal már bármilyen szögbe el tudsz menni, akkor arra nagyon jó, hogy ha úgy érzed, hogy nem pont olyan magasságban, olyan szögből, ahogy a fényedet beraktad, szeretnéd használni, erre is tökéletesen meg lehet csinálni. Én például, amikor termékvideókat készítek, volt egy, amíg az még nem jött ki az a videóm, sörös üvegeket szerettem volna, illetve forgattam is, viszont kellett egy kis fény alulról, és hát nagy gondba lettem volna, hogyha nincsen systemem, hogy hogyan állítsam ezt be. Azt csináltam, hogy a hosszabbítókart lefelé lógattam, és úgy állítottam fölfelé a fényt, és így adta meg azt a hatást, amit én szerettem volna, és system nélkül szerintem borzasztó nehéz lett volna. A második dolog, amire nagyon jó, bármilyen fentről lefele nézet. Ezt lehet csak simán ugye a kamerával, hogy mondjuk a kameránkat belogatjuk az asztal fölé, ahogy amikor kibontok valamit, amikor azt látod, csomó videón van, hogyha most találkoztunk először, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, ami igazából nem is itt van, itt a videók szoktak lenni. A like gomb alatt, amit ugyanúgy, hogyha megnyomsz, megköszönöm, ott a feliratkozás gomb és a csengővel is. Na, de ez nem a reklám helye, hanem hogy a videóimban láthatod, hogyha kicsomagolok, az ugye fentről lefele van, systemmel oldom meg. De nem csak egyel, hanem itt jön be a második system, hiszen hogyha fentről lefelé veszek, akkor az a jó, hogyha fentről van egy szép, diffúzált, softboxos, derített fényem, és ezt meg a kamera felett egy másik systemmel oldom meg, amin ott van a softbox, és a fény ugyanúgy belógatva ezzel a fentről lefele lévő móddal. Harmadik, mikrofon. Most is éppen a Sennheisernek az MKH416-os mikrofonjából hallhatjátok a hangot, ami pont itt van fent. Ez egy nagyon drága mikrofon, és nyilván, hogyha ilyen mikrofonunk van, nem szeretnénk azt, hogy bármilyen baja essen, megint fontos, hogy jó állványunk legyen, és ha már egy ilyen mikrofonunk van, lehet, hogy van egy úgynevezett boom armunk, ami kifejezetten a mikrofon belógatására szolgál, na ezt megint nem akarjuk egy olcsó állványra rakni, hanem ehhez is nagyon jó a system. Most hadd mondjam el neked a két kedvenc kreatív megoldásomat, illetve hát már az egyiket láttad az elején, amikor ugye egy ilyen pörgés, forgás lehet az egészben, kb. Itt át lehetne váltani különböző jelenetek között is tényleg a határa csillagos ég, hogy mit talál ki vele az ember, de csak egy ilyen beköszönésre is mennyire jó volt, és máshogy most ezt egy gimbollal, vagy nem is tudom, mivel lehetne megcsinálni, és ez a system meg ad egy nagyon stabil mozgást, hogyha így szeretnénk mozgatni bármilyen felvételt. A másik pedig az orbitálás, amikor valamilyen tárgy körül szeretnénk felvételeket csinálni, hát erre nyilván, hogy készítettek és vannak nagyon drága eszközök, ez az olcsó megoldása, illetve úgy olcsó, hogyha már beruházunk egy systemre, ami alapvetően drága, de hogyha már van ilyen, akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy fordítva rakjuk a system középső oszlopának a tetejére azt, amivel amúgy tudnánk forgatni ugye a hosszabbítókart, és pont ezt rakjuk oda, hogy tudjon forogni,
és a hosszabbító kart pedig elhúzzuk az egyik irányba, kiengedjük, nagyon fontos, és arra mondjuk egy ballheaddel, vagy valamilyen csatlakozóval rárakjuk a kameránkat, ami pont néz a systemnek a közepe felé, ugye a középső oszlophoz. Nagyon fontos, hogy a hosszabbító kar másik oldalát valahogy ellensúlyozzuk, mondjuk egy homokzsákot, vagy valamit rakjunk rá, és a systemnek a közepébe, ugye a középső karnak a tetejére, meg akár mondjuk valamilyen kis gyurmával, ragasztóval rárakhatjuk a tárgyat, vagy összeeszkábálhatunk ilyen DIY stílusban magunknak valamit, ami mondjuk egy kis asztal, és akkor arra rakjuk azt a tárgyat, amit szeretnénk felvenni, és utána már csak így orbitálhatunk, körbe-körbe felvesszük, és annyira jó felvételeket lehet csinálni. Hadd mutassam meg, hogy én mit hoztam ki vele. Hogy tetszett? Kérlek, mondd el a kommentbe, ami szerintem ezt említettem, hogy a like gomb alatt van, csak hogyha elfelejtetted valamit, megköszönöm, hogyha benyomsz. Mielőtt elköszönnék, hadd mondjam el, hogy én nekem melyik C-Stand márkára esett a választásom. Meglepő lehet, mert a Neuer C-Standjei nagyon strapabíróak, és 200 euróba kerülnek, a német Amazonról meg lehet őket rendelni, link a leírásban, ugye a like-gombbal, ezt háromszor mondtam a videóban, azért a sok, ezt is írd meg kommentbe, ha ez sok-e. De, hogyha már benyomtad a like-gombot, akkor kérlek, hogy a feliratkozás gombot is a csengővel nyomd be, ugyanis még rengeteg tartalommal jövök, ilyen videózás, fotózáshoz kapcsolódó különböző eszközök, kütyük, de nem csak egy technikai bemutatás, hanem ahogy ebben a videóban is láthattad, konkrét tippeket, trükköket osztok meg a tapasztalatomat. De ha még ez sem győzött meg, konkrétan elviszlek magammal forgatásokra, ahol bemutatom a kreatív folyamatomat, hogy hogy csinálok, ott veszek fel egyes szögeket, és mindezt ilyen BTS vlogos stílusba, aztán pedig otthon megmutatom, hogy hogyan editálok, color grade, ugye színkorrekció, ilyesmik, vagy hangeffekteket hogy csinálok. Úgyhogy, ha ezek a dolgok érdekelnek, tudod, feliratkozás és csengő. Nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó, vagy legalábbis szórakoztál rajta, de inkább azt, hogy mondjuk valami extra információt kaptál, ami segít a kreatív alkotói utadon, és hogy találkozunk még egy következő videóban. Köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!